2017-ben épült meg a Filazonit üzeme Beszterec külterületén, 5 évvel később pedig már egy újabb mérföldkőhöz érkezett a vállalkozás. 1,5 milliárd forint értékű beruházást adtak át szerdán, amely egy kisebb csarnoképületet, benne korszerű technológiát és egy másik üzemkapacitás bővítését tartalmazta. Itt ma egy olyan üzemben vagyunk, egy olyan üzem átadásán, ami ezt a uniós szinten elvárt, a gazdálkodási érdekekkel összhangban lévő elváráshoz szükséges inputanyagot tudja a magyar piacon is adott esetben más uniós ország, vagy más piacokon is kiszolgálni. A mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár arról a magyar innovációról beszélt, amelyen stressztűrőbb lesz a növény, javul a tápanyag felvétele, és így csökkenthető a felhasznált műtrágya mennyisége is. Magyar szakemberek alkották meg azt a minőségi növénykondicionálót, amely jelenleg európai szinten is egyedülálló. Ezzel a rendszerrel talajkondicionálót, növénykondicionálót és lomtrágyákat fogunk tudni előállítani. Úgyhogy ha most nézzük például a most jövő évben bejövő agrárökológiai programot, amit ugye most fogadott el Brüsszel, akkor ezekre a termékekre a termelőknek a programon belül is szükségük lesz. De hogyha megnézzük az elmúlt éveknek az éghajlati változásait, hideg-száraz tavaszokat, akkor egyszerűen ma már növénykondicionáló nélkül például nem szabad termelést folytatni, mert olyan stressz hatásoknak van kitéve a növény, amelyet valahogy csökkenteni kell. És ezek a készítmények például ezekre is jók lesznek. A másik pedig ugye látjuk a műtrágya árválságot, meg a gazdasági válságot, tehát ugye mind a nitrogén, mind a foszfor, mind a kálium műtrágyák nagyon magas áron lesznek, és vannak is jelen pillanatban is. Úgyhogy mi arra törekedtünk, hogy úgymond ilyen finom hangolást végezzünk. Az új gépekkel a nitrogén, a foszfor és a kálium talajban kifejtett hatékonysága is növelhető. Sőt, akár egy olyan aszályos időszakban is tudja enyhíteni a növény által elszenvedett károkat, mint amilyen az elmúlt hónapokban sújtotta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Ami az alap tevékenységünk volt, ugye a mikrobiológiai készítmények, baktérium készítményeknek a gyártása és kutatása. Ugye itt egy erőteljesebb gyökérzetet tud nevelni a növény, nagyobb kiterjedéssel, ezáltal ugye a vízmegtartó képessége, vagy a tápanyag felvevő képessége is sokkal jobb lesz a növénynél. Azt látjuk, hogy ugye ezen készítményeknél legalább 3-4 héttel kitolódik az az idő, amit mondjuk egy szájos időszakban a növény túl tud élni. Természetesen ugye ez az év az megmutatta, hogy tehát ezt már semmi nem tudja túlélni. Tehát a víz nélkül nincs élet, nincs növénytermesztés. De az is igaz, hogyha az általános éveket nézzük, akkor azért az 1-2, maximum 3 hónapos aszályos időjárási viszonyokat a növények a készítményeink használatával azért túl tudják élni, és megfelelő terméshozamot tudnak hozni. Az innováció folyamatos, a cél, hogy úgynevezett 360 fokos szolgáltatást tudjanak biztosítani a termelőknek. A fejlesztések továbbra is a talaj állapotának javítását és a biológiai növényvédelmet helyezik a fókuszba.